Gratulálok a szerzőnek és a kórusnak, és hát viszik bízunk bennem, hogy Szent Agápának egyre kevesebb dolga lesz, hogy áldását vagy segítségét nyújtson, mert az emberiségnek ez a szörnyű baj elkerül. Kodály Rizsikájával folytatódik a hangverseny, megszólal a 114. Gertrude Zsolta, melyet az eleszerző egy 16. századi protestáns korábbalomra és korabeli szövegek komponált Szent Simonnál Pater fordításában, pontosan 60 évvel ezelőtt, 1952-ben. Az elemű tartalmát egyetlen egy szóval lehet összefoglalni, Isten népe kötében mindig ott van. A mű szövege, azaz a 114. Zsoltár azt a csodát idézi föl, amelyet az izraeliták értett át az Egyiptomból való kivonulás alkalmával, amikor is a tenger, a Jordán folyó, a hegyek és a völgyek, patakok és a források mind-mind a kivándorlók, a menekülők segítségére.
nagy összhang formájában, minden különösebb próba nélkül, hiszen a dalokat mindenki tudja, akinek sokszor énekeltem a saját szólalban hozzáéletünk, Kodály Zoltán felejtelenetlen szépségű esetalára. Ezzel szeretném a közreműködői kórus partnaja, a műsorvezető és a közreműködő búcsúzni, megköszönöm a jelenlétet, bízva abban, hogy a kis együttlét tovább folytatódik majd.